Az oroszok továbbra is keletre összpontosítják a fő erőfeszítéseiket, hogy elérjék Donetsk és Luhansk megye határait, de az ukrán védők erős ellenállása miatt az ellenség nem tud előre nyomulni, közölte szombaton Hanna Magyar védelmi miniszter helyettes Telegram csatornáján. Mint fogalmazott, Bakhmut városában a helyzet feltételesen stabil. A város délnyugati peremét ukrán erők felügyelik, viszont a Wagner csoport zsoldosai még nem hagyták el a várost. A helyettes védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ellenség több hónapja egymás után négy irányban haladt keleten Avdhívka, Marinka, Limán és Bakhmut irányában. Később azonban rendszeres időközönként még két területen kezdtek aktivizálódni Sachtarsk és Kupjansk térségében. Az ukrán hadsereg tevékenységének köszönhetően azonban a megszállóknak ezen idő alatt nem sikerült elérniük a Donetsk és Luhansk megyék határait. Az ellenség kimerült és most leváltja csapatait és átcsoportosít, tette hozzá Hanna Mályár.